Úgy tűnik, hogy ezen a mai megmérettetésen a NADA zsűrihoz képest némi helyzeti hátránnyal indultatok. Tulajdonképpen igen, és ugye az előfőzés nagyon sok mindent jelentett, de behoztuk lemaradásunkat, és felvettük a versenyt a Gyurival. Ha más nem, ízvilágban mindenképp. Minek volt köszönhető, vagy nem köszönhető ez a helyzeti hátrány? Annak volt köszönhető, hogy Gyuri hamarabb el akart menni, és ezért megfőzték neki előre a húst. Nekünk nem tudták megfőzni előre a húst, és mi a látvánnyal próbáltuk behozni ezt a lemaradást. Lehet, hogy a mi húsunk egy kicsit keményebb volt, de gyönyörűen nézett ki, és egyébként az íze is szerintem azért nagyon-nagyon finom volt. A laikus azt gondolhatná, hogy kemény sportemberek általában nem marhapörköltet, sertéspörköltet esznek, hanem mindenféle vegetáriánus ételeket. Így van ez? Azt tudjuk, hogy amikor egy komoly megmérettetés és verseny jön, akkor nekünk is tényleg rizs, csirke mellel, különböző egyéb szószokkal kiegészítve, de emellett megesszük a pörköltet is, de ritkánban akkor. Ilyenkor pedig a legkedvesebb élményünk lefekvés előtt pörköltöt enni, és úgy lefeküdni azonnal. Így van, tehát ez nálunk alap, hogy a jó erő meglegyen, ahhoz kell azért a tartós étel. Tehát most egy salátával lehet, hogy nagyon finom, meg szeretjük is, és kell is az embernek, de azért attól nem lesz akkora energiánk, hogy ezt a csupa izom emberkét én konkrétan én magamról beszélek most, hogy fölemelgessem a fejem fölé, tehát azért ahhoz kell némi kalória. Egyébként a ti életmódotok mennyiben különbözik, mennyiben hasonlít egy átlagos élsportolóéhoz? Annyiban, hogy az élsportolók azok körülbelül egy hónap, egy év, akár négy év alatt, ugye az olimpián négy évente van, négy évig készülnek fel egy megmérettetésre, míg mi több éven keresztül készültünk fel a mindennapos megmérettetésre. Tehát nekünk minden egyes nap, akár többször is meg kell mutatni azt, hogy meg tudjuk csinálni ezt a produkciót, és úgy tudjuk megcsinálni, hogy az látványos legyen, életben is maradjunk, és nagyon különleges is legyen. Mennyire követelesz fegyelmezett életmódot? De tőlem nem annyira, mert én csak a látványért próbálok felelni a fiúkkal kapcsolatban, de ahogy elnézem őket, nagyon fegyelmezettek, és hagyj térjek azért vissza az étkezési szokásokhoz, mert egészségesen lehet táplálkozni úgy is, hogy nem vegetáriánusan táplálkozik az ember, mint hogy az ő példájuk is mutatja, hiszen nekik az erő miatt nem lehet tényleg csak zöldséget enni, de az egészség az nagyon-nagyon fontos, és itt tényleg a pörköltől most egy kicsit eltérünk, bár a pörköltet is igyekeztünk nagyon egészségesen elkészíteni, rengeteg fokhagymával, ami alapja mindennek, olívaolajat használtunk mindenféle egyéb más zsiradék helyett, és a húsnak a tisztasági foka is azért szerintem eléggé befolyásolja azt, hogy mennyire egészséges ez az étel. És az ízek pedig, hát ez a fűszerek, azok meg mint tudjuk, nagyon egészséges dolgok. Többek között a füstspré. Az én specialitásom, azt nagyon szeretem, egyszerűen a bográcsra emlékeztetésre mindent füstölök. Tehát reggel felébredek, és a kedvesemnek viszek az ágyba egy rántottát, mondjuk hagymás, krumplis rántottát, arra is ráspiccentek, és akkor így szimatol, arra ébredt, hogy mi ez a... Csak nem távoltüzet gyújtottam, és ott csináltam a tojást, de arra jó illata van. Egyébként ez a pörkölt már csak amiatt is különlegességnek tekinthető, hogy nem csak látványában, de tartalmában is kétféle húsból készült. Eredetileg egy pincepörköltöt terveztünk, ugye mivel ez kétféle húsból lett, de átalakítottuk rippel pörkölté, mert hogy külön készítettük el a két pörköltet, tehát lett egy sűrűbb, saftosabb, sötétebb marha pörkölt. Sokfelé megfordultatok a világban, több időt töltötök külföldön talán, mint itthon Magyarországon. A nemzeti, illetve a nemzetközi konyhával kapcsolatban milyen benyomásokat szereztetek, mik a kedvenc ételeitek, mi a kedvenc konyhátok? Természetszerűleg, és ezt most nem promotálom, de tényleg a magyar konyha a kedvencünk. A változatosságával, a rengeteg féle ízvilága és egyediségével nekem első helyen van, és szerintem a testvérem, meg talán János nevében is nyilatkozhatok. Ami utána következik, az egy nagy kulimász, de a török ételek azok nagyon finomak, hiszen nagyon sok török beütést kaptunk már így is annak idején, és a mi ételeinken is érezhető a török íz, de ott kint aztán a sült zöldségek, sült paprika, sült padlizsán, különböző giroszok, ezek a natur zöldség és húsok, az frenetikus. Ezt követi számomra az indiai, mert annak meg az ízvilága és az, hogy a körivel, meg ezekkel a különböző zöldségekkel miket tudnak művelni. És aztán jön egy kínai, tájföldi ilyen nagy összesítés, az úgy van. Nos, a legrosszabb, legíztelenebb és a legjellegtelenebb konyha a világban. Amerikai. Biztos voltam benne. Gondolom a füstpré ilyenkor is segít. Hogyha beengedik, de most ugye nagyon komoly ilyen vámhatárok vannak, meg vámszabályok, és például Ausztráliában megpróbáltuk bevinni a saját kis piros paprikáit, és azonnal elvették, sőt majdnem le is tartóztattak minket, mert tilos mindenféle magot, fűszer, minden, akárhogy van leszigetelve, nem lehet bevinni.
És itt azt csináltuk, hogy Ausztráliában is nagyon sok magyar él, elmentünk a magyar közösségbe, és megvettük azt a piros paprikát, amit ők Magyarországról engedéllyel behoztak. Úgyhogy ott is megvolt a magyaros ízünk. Mi a véleményetek, tapasztalatotok, a magyar konyha nemzetközi összehasonlításban megállja-e a helyét? Meg tudjátok-e győzni a külföldieket arról, hogy a magyar konyha igenis jó? Szerintem erről már nem kell meggyőzni a külföldieket, tehát csak meg kell nézni, hogy milyen gasztronómiai turizmus folyik már Magyarország irányába. Tehát ugye, akik ezelőtt még Olaszországba, Franciaországba mentek, hát Németországon nem beszélünk, mert az ízkonyhában talán itt Európában ők vannak eléggé hátul, meg az angolok. Tehát most már annyira nagy a szám azoknak az embereknek, csak akik azért jönnek Magyarországra, hogy egy finomat tegyenek, úgyhogy hogy ez csak elég körbenézni, hogy látni az emberek tömegét. Szó, amit a magyarról gondolnak külföldön. Két persze. Szót tudnak Magyarországról, gulyás és puskás. De tulajdonképpen én már nem is csodálkozom a magyar konyhához való ragaszkodásotokon, hisz itt a konyha show alatt, vagy a főzőverseny alatt elhangzott, hogy mennyire ragaszkodtok a magyar identitásotokhoz. Abszolút hungarikumnak érezzük magunkat, és minden egyes mozdulatunkkal, beszédünkkel külföldön ezt éreztetjük is. Természetszerűleg, ha angolul beszélünk, mert egész jól beszélünk, akkor is akcentussal, és a külföldi azt mondja, hogy Hungarian accent, azonnal ráismernek. De tényleg mindig hangoztatjuk azt, hogy ez a világ leggyönyörűbb városa. Tálalásnál próbáltunk erre visszatérni. Az mindenhol ott van rajtunk, hogy azért lássák az emberek is, főleg nem csak a magyarok, ugye a magyarok már talán elég többségében már tudják is, hogy mi kik vagyunk, tehát tudják, hogy magyarok vagyunk, de külföldön is próbáljuk ezt terjeszteni, hogy igenis van egy Magyarország, aminek ilyen gyönyörű tájai vannak, és ráadásul finom ételei. A felől sincs kétségem, hogy a világ bármely részén letelepedhettetek volna, már tátkarokkal fogadnának benneteket mindenhol, de azért ti hazajártok Magyarországra, és ezt tekintitek továbbra is otthonotoknak. Kamcsatkába terveztük, és ott kaptuk meg a letelepedési engedélyt, de nem fogadtuk el. Albánia előző, vagy előnyösen. Albániáról is szó volt, de nekünk ugye az nagyon fontos, hogy ténylegesen minden szál ide fűzzön, hiszen ide születtünk, és ez a hazánk.